Yeah.
Köszöntök mindenkit, aki ezt az élő videót lássa. Szeretném, hogy imára buzdítsam mindazokat, akik nézik ezt az élőadást. A Zsoltárok könyve 23. részéből olvasnék fel egy pár ige verset. Ima buzdítás alkalmára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hűvös legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért. Még ha halál árnyékának földében járok, is nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nekem az én ellenségem előtt, elárasztod fejemet olajjal, csorultig van poharra. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem élete minden napján. Az Úr házában lakozom, hosszú ideig. Amen. Ez az a Zsoltár, testvérek, ami nagy biztonságot nyújt mindazoknak, akik Isten népéhez, Isten tulajdon népéhez tartoznak. Nem mindenki mondhatja el ezt, testvérek, csak azok, akik meg vannak győződve, hogy Isten népéhez tartoznak. Nagy biztonságot nyújt ez, ami számunkra, testvérek, és nem mindenki mondhatja el azt, hogy nem félek, nem félünk azért, mert az Úr a mi pásztorunk. Az Úr, ami gondviselő Istenünk, az, aki törőd velünk, aki biztonságba helyez a mi életünket, és testileg tud gondoskodni az ő gyermekén. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és fejezzük ki hálánkat, imádkozunk. Mindenki, aki hallotta és látta, nézi ezt a videó felvételt, mindenki bekapcsolódhat az imába. Szeretném, testvérek, hogy fejezzük ki hálánkat azért, hogy valójában az Úr, ami pásztorunk, ami gondviselő Istenünk is, biztonságban van a mi életünk. Hajtsuk meg a fejünket ott, ahol vagyunk, testvérek, mindenki, és imádkozunk azért, hogy valójában az Úr legyen, ami gondviselünk, az Úr legyen az, aki törődik velünk. Segítsen meg minket az Isten erre. Amen. Imádkozunk. Köszöntöm a testvéreket az Úr Jézus nevében, sok szeretettel ezen a vasárnap délőttön. Hál' Istennek megéltük ezt is az ő kegyelme által, és jó volt együtt énekelni, jó volt együtt imádkozni, fohászkodni az Úrhoz, jó volt egymást így videón keresztül is látni, és hiszük azt, hogy Istennek van hatalma, meghallgatni és megáldani a mi imádságainkat, és az imádságunk, hogy ezen a napon is továbbra is ő legyen velünk az Isten tiszteleteinken, a mi életünkben, személyes és családi életeinkben is. Bátorítjuk a testvéreket, bátorítjuk egymást, hogy ne szűnjünk meg imádkozni, imádkozunk továbbra is azokért, akik próbákban vannak, azokért, akik betegek, azokért, akik különböző nehéz körülmények között vannak jelenleg, akikről tudunk, ezért is jó és áldásos, amikor tudjuk egymásra tartani, akár telefonon, akár más úton, módon a kapcsolatot. Imádkozunk továbbra a Karzat családért, úgy János testvéret, mint a fiáért és az unokáért, akik még kórházban vannak, és bízunk bennük, hogy az Úr tovább folytatja bennük a jó munkát, de tovább másokért is. Örülünk azoknak a jó híreknek is, amelyeket a héten hallottunk, azokért korábban imádkoztunk, azokat Isten meggyógyította, megsegítette őket, és imádkozunk továbbra is, hogy Isten tartsa a mi életünket, és végezze azt a munkát, amelyet ő szeretne kiábrázolódjon, kinövekedjen a mi életünkben. És ahogy mindig említjük, imádkozunk azért is, hogy minél hamarabb Isten segedelme által találkozhassunk személyesen is, és együtt imádhassuk az Úr Jézust. Jelentjük azt is, hogy a mai nap délutánján is lesz Isten tisztelet, 5 órai kezdettel. Giorgio Vadrián lelkipásztor testvér fogja az igét hirdetni, az ő igehirdetését fogjuk közvetíteni, szintén interneten keresztül, és imádkozzunk így a jövő hétért is, és a testvérek majd figyeljék a gyülekezet
Facebook oldalát, és akkor ezen majd a testvérek tájékoztatják a következő istentiszteletnek az alkalmáról, időpontjáról, addig is imádkozzunk álhatatos szívvel ezekért, és ne feledkezzenek meg, ne feledkezzünk meg egymásról imádságban sem, és ezért nagyon jól tudunk egymásról. Én is megkérem a testvéreket, ha eszükbe jutunk, akkor imádkozzanak. Csütörtökön, ha az Úr érte bennünket, akkor a kislányunkat további ellenőrzés, kivizsgálat céljából Magyarországra visszük, és reménykedünk benne, hogy már aznap vissza is jöhetünk az Úr segítségével, és köszönjük az eddigi imákat is. A következőkben pedig Isten igének a felolvasása, majd pedig az igének a hirdetése következik. A mai délőttön szeretném, ha Péter apostol levelével foglalkozunk. Péter apostolnak, közönséges első levelének, az első fejezetének az 5. versével. Péter apostolnak, közönséges első levele, első fejezetének az 5. verse, amely így hangzik. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal beszesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőlt örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Ámen. Köszönjük, Urunk, azt, hogy egy nap elérhetjük a mi hitünk célját, az üdvösséget olyan szempontból, ott lehetünk a mennyországban. Köszönjük azt, hogy a hívő élet nem egy céltalan élet, hanem az út is te vagy, de a cél is te vagy. Áldunk ezért tégedet, és kérlek, így legyél velünk a következő percekben, és a te drága lelked által. Ámen. Péter apostolnak különleges levele ez is, úgy, ahogy a többi is, de itt különlegesen észre lehet venni, ahogy az első levelében nagyon fontosnak látja azt, hogy Isten irgalmasságát, a hívőben munkálkodó hitet, a szentséget és ezekhez hasonló témákat. És azt látjuk a felolvasott részben, hogy egy nagyon fontos és aktuális, gyakorlatias dologról beszél Péter apostol. Azt látjuk, hogy az egyik kiemelkedő üzenete ennek az első fejezetnek az első része az, hogy a hívő ember hitének, tehát a hitnek, az Istentől jövő hitnek milyen jellemzői, tulajdonságai, jellemvonásai kell, hogy legyenek. És fontos téma ez. Én is sokat, és tudom, a testvérek és mások is sokat foglalkoznak azzal, akár a saját gondolataimban, akár másokkal való beszélgetés során, hogy milyen ez igazi hit. Mert sokan beszélnek a hitről, beszélnek népegyházak is, beszélnek evangéliumi gyülekezetek is hitről, de vajon mit mond a Biblia hitről? Vajon mi az igazi hit? Mert sokan mondják azt, hogy hisznek, de valójában mi az igazi hit? Mert tudjuk azt, hogy nem csak egy kimondott szó, hogy hiszek, semmi alap nélkül, de fontos, hogy az alap az a Bibliában megtalálható legyen, mert az alapján tudjuk a hitet is behatárolni. Ahogy minden más témát, amelyet hirdetünk az ige hirdetésekben, imaórákon, bizonyságtételben, minden téma, ahogy tudjuk, a Biblián kell alapozzon, és a hitre is, mikor a hitnek a vonásaira keressük a választ, azért, hogy megerősödjünk az Úr Jézus Krisztus követésében, akkor sem kereshetjük máshol a választ, csak egyedül a Bibliában. És fontos, hogy meglássam én is, és mindannyian azt, hogy vajon mi helyesen hiszünk-e, Isten ki akarja munkálni bennünk az ő jó, szentséges munkáját. De ez fontos, hogy megértsük azt, hogy mit ért a Biblia helyesítnek, és az egyik nagyon jó lista, vagy recept erre itt megtalálható.
Az elsőt azt látjuk, hogy azt olvassuk az 5. versben, hogy akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvaló legyen. Úgy látjuk, a hitnek van egy különleges tulajdonsága, egy olyan bizonyságot ad az üdvösségre. Mert azt látjuk, hogy Isten hatalma hitáltal megőriz bennünket az üdvösségre. A hív ember egy megmagyarázhatatlan bizonyságot kap a szívébe, az, hogy ő a mennyországnak az állampolgára, az, hogy neki üdvössége van Jézus Krisztusban, hogy ő már nem a világnak él, nem a világ az ő életének a végcélja, hanem a hit. Mert sokan mondják, hogy hisznek, ahogy említettem a bevezetőben is, de fontos meglátni azt, hogy a végén nyilvánvaló lesz. Tehát a mi hitünk, vagy egyeseknek a hitetlenségük is, úgy mind a kettő az utunk, a földi pályánk végén nyilvánvaló lesz. És amit a Biblia leír, hogy akik hisznek, azoknak örök élete van. Számunkra ez hatalmas boldogság, hogy egy örök életünk van a mennyországban, azért, mert Krisztusba kapaszkodunk hitáltal. És Isten az övéit őrzi az üdvösségre. Milyen csodálatos dolog Istenhez tartozni. Ma azt látjuk, hogy nem mi őrizi magunkat, mi nem tudnánk magunkat megőrizni, de azt látjuk, hogy Isten az övét megőrzi hitáltal az üdvösségre. És ez olyan, mint mikor bevesszük a gyógyszert kanállal. A kanállal vesszük be a gyógyszert, és itt mondhatjánk azt, hogy a mi esetünkben a kanál a hit, hogy a hittel ragadjuk meg Isten kegyelmét, Isten megtartását az üdvösségre, hogy a kanála megragadják a gyógyszert, ott is a gyógyszeren van a lényeg. Itt is önmagában nem csak a hiten van a lényeg, hanem a hit, hogy mit tartja meg a hitet. Mi a hitnek a lényege. Ahogy a kanál tartja a gyógyszert, úgy a mi hitünk is megtart Krisztusban az üdvösségre. És fontos ezt meglátni, hogy nekünk milyen hitünk van, és hogy ahogy a kanál a hit, a gyógyszer, az üdvösség, az igazi hit tudja, hogy hova kerül halál után. Bár sokszor támad a gonosz, látjuk az Úr Jézus Krisztus, az apostolok sem, Isten szent szolgái, sem a Bibliában, sem a történelem folyamán nem voltak mentesek a gonosz támadása, kísértései alól, de ugyanakkor a hívő ember a próbatételek által is megerősödik a hitének az alapjában, az, hogy ő hitben a mennyország falat tart Jézus Krisztus érdem alapján. És fontos ezt tudni, tehát hogy a hitnek, a földi életben való hitnek, az igazi hitnek a következménye az üdvösség. Mert már hallottam a szemét, vagy hallhatunk a személyekről, akik beszélnek a hitről, de rákérdezel, hogy van-e örök életed, hogy mit gondolsz, hova kerülsz a halál után, nem tudja. Nem tudja, mert nem a hitnek a lényegében, Krisztus Jézusban bízik, hanem a saját érdemeiben, saját cselekedeteiben, vagy egyszerűen nem is hisz, hogy van mennyország. Olyat is lehet hallani, valaki hisz, de már a mennyországot nem fogadja el. Mi ezt nem tudjuk elfogadni a Biblia alapján, mert a hit az vallja a nem látott dolgokat, amiről majd később is fogunk, és vallja a mennyországot is, és ugyanúgy a pokolt is. Tehát mind a kettőt vallja, amit a Biblia leír. És fontos meglátnunk azt, hogy a hitünk igazi kell legyen, és láss, meg kell erősödjünk ezek által, jelenvonások által, amiket Péter leír. Mert fontos az, hogy teljes hittel szolgáljuk az Urat, és hogy tovább tudjuk adni másoknak, a családtagjainknak, a következő generációnak is, hogy mit jelent Krisztusban való hit, amelyről Péter apostol is beszél. És fontos meglátnunk azt, hogy nekünk is ebben kell bízni. És látjuk azt, hogy a mennyország a legbiztonságosabb hely, mert Isten arra őriz meg bennünket. Nem egy romlandó, mulandó világra, amely egyszer elvétetik, mert lesz egy új ég és új föld. Nem erre a régi romlott világra tarthatunk meg, hanem mi a mennyországra, az üdvösségre őriztetünk meg. Milyen jó, hogy bennünket Isten őriz. Rengetegen nagy cégek költenek sok mindent arra, hogy biztonságban legyenek. Nagyon sokszor az emberek is, van, hogy félnek, van, hogy bezárkóznak, van, hogy éjszaka félnek minden zajtól, és különböző eszközöket vásárolnak, csak hogy jobban, biztonságban érezhessék magukat. De minket, hívőket, Isten kegyelme által, a benne való hit által, ő őriz bennünket.
És azt mondja az ige, hogy az ő kezébe ki nem ragadhat bennünket senki sem, mert nincs már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak. És meg kell ezt lássuk, kedves testvéreim, azt, hogy mondja Pál apostol a római beleghezé levélben, hogy mindezek felett pedig diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett és önmagát adta miértünk. És a mennyországra őriz bennünket Isten hitáltal egy olyan helyre, ahol senki sem törhet be. Oda nem lehet bemenni jogtalanul, csak jogosan. Nem lehet hivatlanul bemenni, csak hivatalosan. És azok a hivatalosak, akik elfogadják a bárány áldozatát, elfogadják Jézus Krisztus váltságdíját. Ezeket Isten megőrzi a napon, amely nyilvánvaló lesz. Most még lehet bűnben élni, most még lehet hazudni, most még lehet azt mondani a téves hitre, a jó hit, még most lehet az embereket becsapni, ahogy írja az ördögről, ahogy írja az ige, hogy még próbálja a választottakat is eltántorítani, becsapni, még most, ez még adatot, hogy próbálkozik, de lesz ennek, amikor nyilvánvaló lesz, mikor a fehér fehér lesz, a fekete fekete. Mert most még a gonosz próbálja összemosni az igazságot, a hamissága lesz, látjuk a mai világban is, látjuk ezt a tévében, látjuk ezt a mindennapokban, hogy valahogy próbálja a jót a rosszal összemosni, hogy ne legyen egyértelmű. Amikor az embernek egyértelmű, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor elgondolkodik, akkor látja azt, hogy van előtte egy példa. És ezért fontos, hogy nekünk is legyen szögezve, akár a hitterén, akár életünk más területén, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a igen, mi a nem, hogy a Biblia is mondja, hogy igen, igen, nem, nem, mert az e felett való dolgok már nem őtőle vannak. És adja az Úr, hogy megbizonyosodjunk ezen a mai reggelen is Isten kegyelme által a benne való üdvösségről, amely hitáltal kaphatunk meg. És ugyanakkor ez a hit, azt látjuk, egy kipróbált hit. Azt látjuk, hogy a ti, azt mondja az ige, hogy amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal beszesebben veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Azt látjuk, hogy a mi hitünk drágán kipróbált hit, és ez roppant magas árat nyújt neki, roppant hatalmas emiatt az értéke. Tudjuk azt az igéből, és ahogy számtalanszor ezt említjük, Isten felhasználja a kísértéseket arra, hogy elforduljunk a világtól, és ránézzünk, ráfókuszáljunk. Isten engedi ezeket a nagy próbatételeket azért, hogy ne veszendő, mulandó világra nézzünk, hanem hozzájöjjünk. Mert az igazi hitnek az a jelenvonás, hogy kipróbált, ez abban áll, hogy amikor ki van próbálva, amikor meg van próbálva, akkor megalázkodik, ott hagyja a saját gondolatait, ott hagyja a saját vágyait, ott hagyja a saját célkitűzését, és azt mondja, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Uram, hozzád akarok jönni. És adja az Isten meg nekünk ma is, és a jövőben is, hogy ilyen hitünk legyen. És fontos, kedves testvérem, hogy mi ránézünk, mert az igazi hitnek az egyik jelenvonása, hogy a kipróbáltság által közelebb kerülünk hozzá, és őre nézünk, tekintünk. Amikor a szemüveget veszünk, vásárolunk, azért veszünk, hogy lássunk vele. És azért kell lássunk, mert van egy dolog, tárgy, amit meg akarunk nézni. És fontos az, hogy a jó szemüveget vásároljuk meg, azt a megfelelő típusút, ami kell nekünk. Mert ha messzire szeretnénk távolra nézni, de nekünk egy rövidlátó szemüveg kell, akkor nekünk az nem sokat használ, mert lehetnek olyan élethelyzetek, amikor messzire kell néznünk. De hogyha mi közelre szeretnénk nézni, mert azzal van probléma, de ugyanakkor távolra kell, különböző körülmények miatt, akkor az sem jó. És ezért fontos, hogy amikor elmegyünk a látszerészhez, akkor a megfelelő szemüveget vásároljuk, mert különben akkor továbbra is látási zavaraink lesznek, mivel nem azt látjuk, nem arra tudunk fókuszálni, koncentrálni a mi szemeinkkel, amire kéne. És Isten is azt akarja, oda nézzünk, ahova kell. Nézzünk a mennyország felé, nézzünk rá, lássuk meg azt, hogy ki ő, hol van ő, és hogy milyen hatalmas
Isten, és a földi fájdalmaktól a mennyei kincsek felé helyezzük a tekintetünket. Az ige számtalan szó bátorít arra, hogy ne itt gyűjtsünk kincseket, hanem olyanokat, amely sem a rozsda, sem a moly nem tud megemészteni, sőt, még a tolval sem tud ellopni. Az örök életünket, amit hitáltal megragadunk, nem tudja a tolval sem elragadni, kiragadni. És fontos, hogy meglássuk ezt, hogy az ő próbatételé által, az ő igéhez közelebb kell kerülnünk, mivel az ő igéjében, az ő ígéreteiben, amit olvasunk a Bibliában, ezekben belekapaszkodva tudunk megmaradni az örök életre. És ugyancsak Péter apostol mondja tovább az ő első könyvének 5. fejezetében, illetve mondja Pál apostol is a Róma 5:3-ban, hogy nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz. Tehát azt látjuk itt, hogy békességes tűrés nemz, azt látjuk, hogy a hívő embernek van egy karaktere, egy lelki karaktere. Mit jelent ez? Van egy tartás a lelki értelemben. Egy férfi, hogy szokták mondani, hogy férfias, hogy nem egy anyám asszony katonája, ami nem a külsőre vonatkozik, hanem az is a belsőre vonatkozik, hogy nem egy félénk, nem egy gyámortalan, hanem határozott, férfias, illedelmes, stb. Tehát van egy karaktere, van egy jellemvonása. Nem egy szélhámos, nem egy tróger, tehát ezek mind belső tulajdonságra érhetendőek. És itt is, amikor Pál apostol azt mondja, hogy ezek a háborúságok békességes tűrést nemzenek, ez a belső életünket formál, a belső karakterenket. És szüksége van ennek a mai világnak, a mai társadalomnak, a mai gyülekezetnek, ilyen férfiakra, de nőkre is. De főképp szólok a férfiakra, mert sokszor, amikor a férfiak nincsenek a helyükön, akkor a család sincs a helyükön, akkor a gyülekezet sincs a helyükön, és fontos az, hogy mi férfiak megerősödjünk. Azáltal, hogy meglátjuk azt, hogy milyen hit bizott ránk Isten kegyelme által, hogy így tudjunk karakteresen élni. Mert fontos az, hogy meglássuk, hogy mit munkál ki bennünk ez a változás. Mert az, hogy a próbatételek mindig munkál, akarnak. Isten ezeket felhasznál, mindig munkálkodjanak a mi életünkben. És fontos, hogy ezek az időszakok megerősítsenek bennünket Krisztusban való hitben, különben akkor, ahogy mondja az ige is, ide-oda dobnak bennünket a tévtanításnak a hullámjai, habjai, és könnyen elsodródhatunk. És maga Péter apostol, és ahogy korábban említettem, azt mondja egy későbbi helyen az ő igéjében, amit leírt, hogy aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban titeket, akik rövid ideig szenvedtek, ő maga tegyen tökéleteseké, erőseké, szilárdokká és áldatosokká. Milyen nagyszerű, ha ezzel a lelki szemüveggel nézzük a próbatételeket, hogy áldatosságra akar bennünket Isten formálni. Szilárdságra, hogy szilárdak legyünk, mert azt akarjuk, hogy formálódjunk, ne puhányok legyünk, ugyebár nem akar senki sem, még a fizikai életben sem egy puhány férfi lenni, ahogy említettem, egy anyámasszony katonája, egy kis gyenge nátszá, hanem szeretne egy teljes életet élni. Van értelemben, hogy egy magabiztos életet, és a lelki értelemben ez segít bennünket, ez tesz bennünket határozottokká, hogy mi a jó, mi a rossz, és ez ad nekünk látásokat a próbatételek által, mikor közelebb kerülünk Istenhez, jobban letisztulnak a dolgok, jobban letisztulnak azok, amikért sokáig lehet imádkoztunk, hogy Isten vezessen bennünket az életnek különböző területein, és ezek egyre jobban letisztázódnak. És szükségünk van, kedves testvérem, erre a formálódásra. Akár férfiak vagyunk, akár nők, akár lányok, akár ifjak, fiatal emberek, szükségünk van, hogy Isten jellemünket formálja. Mert ha megnézzük a Bibliában, milyen csodálatosan formálta Jézus az ő tanítványának az életét, és hogy mivé váltak a próbatételek által, akkor a formálódások által, azt látjuk, hogy kimunkálta Isten bennük azt a munkát, amit el szeretett volna bennük végezni. Látjuk azt, hogy János apostolból mi lett, aki a mennydörgés fiának neveztetett, mert az szigorú volt, tüzet, villámot akart kérni egy településre, ahol nem akarta befogadni Krisztus evangéliumát, de utána mégis Isten szeretetét ő írja legszebben az igében, még legmélyebben, mert ez átformálta
a Jézusra való járás, a próbatételek átformálták az ő életét, ugyanúgy az ő testvérnek, Jakabnak az életét is. És látjuk ezt Péter apostol életében is. Elárulta háromszor az Úr Jézust, és ezután kis időre az Úr Jézus megkérdezte tőle, szeretsz engem? És az ő életét is átformálta, a próbatételek által átformálta, hogy meglássa saját bűnösségét, saját veszendő létét Jézus Krisztus fényében. És nekünk is erre van szükségünk. Nem csak nekik, hanem nekünk is, hogy Isten formálja mi karakterünket, jellemünket, hogy hadd tudjunk szilárd, áltos hívők lenni, akik nem egyik nap ide, másik nap oda hánykolódnak, hanem ragaszkodnak, belekapaszkodnak Jézus Krisztusba, és benne akarnak növekedni. És fontos ezt, hogy meglássuk azt, hogy nem, hogy ez egy olyan csodálatos dolog, hogy erre a dicsőségre hívott el bennünket Krisztus. Nem a kárhozatra hívott el, nem az ítéletre, hanem a dicsőséges találkozásra majd vele. És fontos meglátnunk ezt, hogy aki nem akar vállalni a Földön a próbatételeket, szenvedéseket, ezért kell vigyázni a jólét evangéliumával, vagy olyanokkal, amelyek azt hirdetik, hogy minden rendben megy, minden szép, minden jó, olyan értelemben, hogy te csak el kell gondold, te csak ki kell találd a te terveidet, és Isten már úgy ugrik, úgy csinálja, azt eltervezted. Vigyázni kell az ilyen tanításokkal, amennyire emberközpont, amennyire az emberről szól, mert nem Isten kell hozzánk közeledjen, ilyen értelemben, hanem mi kell Istenhez közeledjünk, mert ő a fiában közeledett legjobban hozzánk, és ez az evangélium, és mi ennek a tudatában élünk, hogy ő már a legjobban közvetett felünk a Krisztusban, ezért nekünk Krisztushoz kell ragaszkodni azáltal, hogy tűrjük a próbatételeket. És mert aki nem vállalja ezeket a rövid szenvedéseket, itt a föld életben, próbatételekben ezeket a szenvedéseket, vagy nem is biztos, szenvedés, akár valami próbatétel, akár anyagi, akár más jelentőségi próbatétel, nem kaphatja meg az örök dicsőségben való lakozást. De ezért kell a helyes látás, a helyes szemüveggel látni, hogy kis ideig lesz ez a nyomorgattatás, vagy mert Péter apostol olyannak írja, akik a hitük miatt szenvedtek. Nem olyannak írja, akik éppen nyaraltak valahol a tengerparton, és nem volt mit csináljanak, hanem pont olyan hívőnek, akik el voltak foglalva azzal, hogy a hitük miatt, amire rátették az ő életüket, szenvedtek. Szenvedtek, és nem tudták, hogy mi vár rájuk. Volt, akire halál várt, volt, akire csak bizonyos szenvedés, volt, akire üldözhetés. De aki ezt nem tudja vállalni, ezt a keveset, az Úr Jézusért, na az nem kaphatja meg az örökké való dicsőséget. Ennek egy ellenpéldája a bűncselekmény. Mikor valaki bűnkövet el, lop, csal, lehet ez egy pár perc volt, de a büntetés, ha elkapják és börtönbe zárják, éveken át ott kell szenvedjen, és úgymond a büntetését leülje. És így van ez az igazi hittel is, a kipróbált hittel is, kedves testvéreim, hogy ha mennyország szemszögéből, az örök kivalóság szemszögéből nézzük, rövid ideig tart, de utána az a dicsőséges jelenlét, amelyet töltetünk az Úr Jézus Krisztus jelenlétében, az égi bárha jelenlétében, a mi lelkünknek, az üdvözítőnek jelenlétében, az ahhoz képest az a rövid idő, ez már semmiség. És fontos ezt meglátnunk, hogy ilyen a kipróbált hit is, mennyország szemszögéből. Most lehet hosszúra tűnik az a próbatétel, kedves testvérem, amiben vagy. De ha te Krisztusban vagy, akkor azért van az a próbatétel, hogy megerősíts, hozzá közelebb gyere. És lehet, hogy egyre nehezebbre tűnik, vagy lehet úgy, hogy vele, hogy mikor lesz már vége. De gondolj bele abba, amit az ige mondta, hogy a mennyország szemszögéből, az örökké való dicsőség szemszögéből, ez bármilyen hosszúnak is tudjon nekünk embereknek, ez ugyanakkor nagyon rövid Isten szemszögéből. De ugyanakkor Isten igéje bátorít, hogy ő ebben az időszakban sem hagyja bennünket. Akkor is, amikor esetleg a hitünket megbégeznek bennünket, akár a munkájunkon, akár máshol. Mert fontos azt látni Péter apostol leveleiben, hogy kihangsúlyozza azt, hogy nehogy véletlenül a saját bűnei miatt szenvedjünk, bár akkor is van kegyelem, hogy jöjjünk Krisztushoz. Ne azért, hanem azért szenvedjünk, mert Krisztus a mi Urunk, és hogy az emberek meglátják ezt bennünket,
hogy törekszünk a szent életre, hogy törekszünk Isten szentségére, hogy emiatt szenvedjünk, nem másért. És ilyeneknek ír Péter apostol is, és erre is írja fel a hangsúlyt, hogy ne a saját kívánságaink, topzódásaink miatt szenvedjünk, hanem a drága evangélium miatt. Mert ez a legdrágább üzenet, mert azt mondja a 12. versében a fejezetben, hogy meg az angyalok is kívánkoznak beletekinteni. Milyen nagyszerű ez az evangélium, kedves testvér, milyen értékes az, hogyha a mennyei angyalok kívánkoznak ebbe beletekinteni egy Isten tisztelve, amikor a földön Istent imádják, dicsérik, az énekekkel, igékkel. És erre van nekünk is szükségünk ezen a mai napon is. Mert az aranyat is így vizsgálják, hogy a kipróbált aranynál is értékesebb. Az aranyat úgy vizsgálják meg, hogy mi a tartalma, hogy tűzbe teszik, megpróbálják, mert az arany sokszor beviszi piszkosan, és meg kell nézni. Megtisztítják a piszoktól, megtisztítják a salaktól, minden szennyeződéstől azért, hogy meglássák, hogy mi a tartalma. Mert ami a tartalma, annyit ér. És a mi hitünk is ilyen értelemben fontos, hogy meglássuk, hogy a tartalma a lényeg. Mert az, hogy csak kimondjuk, hogy hit egy szót, az nem sokat ér, hanem annak a hitnek, a Jézus Krisztusban való hitnek tartalma van. Annak van igazi tartalma is. Ezek a próbatételek megfinomítanak bennünket, meglátszik, hogy mi van a mi szívünkben. És fontos, megértsük ezt, hogy ez is Isten szeretete által értünk van. Isten ismer bennünket, nem neki van szüksége arra, hogy ő megismerje jobban bennünket. Isten a szívek vizsgálója, a veséket is ismeri. Ő már bennünket eltervezett, mivel megszülettünk volna. Nem neki, ő magának teszi ezt, hanem azért, hogy mi is meglássuk ezt. Meglássuk azt, hogy nélküle mennyire elvesztettek vagyunk, és szükségünk van arra, hogy a mi hitünkkel bele kapaszkodjunk. És azt látjuk, hogy ez a hitnek van egy két tulajdonság, a szeretet és öröm, amely együtt jár, mert azt mondja a 8. vers, hogy akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek, benne kibeszélhetetlen és dicsült örömmel örvendeztek. A kettő együtt jár. Ha szeretem az Úr Jézust a szívemből, akkor örülni fogok. Mikor szeretetből neki engedelmeskedem, békességem van. Öröm tölt be. A hit örömtelivé tesz. Nincs örömet, kedves testvérem? Akkor van meg hitedet Krisztusban, hogy te egyedül benne szeretné hinni. Egyedül neki akarsz engedelmeskedni. Egyedül őt akarod életed legnagyobb pozíciójába helyezni. És hidd el, Isten betöltöző mennyi örömével, amit nem lehet pénzén megvásárolni. Rengetegen próbálják a saját örömüket megvásárolni. Vesznek különböző drága dolgokat, elutaznak. Van, aki az egész életében utazik, azért, hogy valami örömöt szerezzen az ő életébe. Van, aki a parázosságban, vagy ehhez hasonló dolgokban keres az örömet. Mert magának akar valahogy ebből a földi lét örömet szerezni. Ahelyett, hogy Krisztusnak engedelmeskedni, és az tölti be az ő életét igazi örömmel. Áldott legyen ezért is az ő legnagyobb örömért. Áldott legyen az ő nevezet a legnagyobb örömért is. És azt látjuk, hogy ezért is vagyunk különösen boldog, mert mi nem láttuk őt színről színre. De épp ez a hitű lény, nem láttuk őt, de a Biblia kijelentése elég nekem. Nekem elég Jézus, bőven elég, és a világ nem kell, hogy egyik énekünk is mondja. És az Úr Jézus Krisztus az megerősíti. Tamásnak azt mondja, hogy boldog vagy, mert látsz engem. De boldogok azok, akik nem látnak, és hisznek bennem. Ha igazi boldogságra, örömre vágysz, ami összekapcsolódik, akkor gyere Krisztushoz. Akkor mondd el neki, hogy szeretnéd, hogy ő töltsön be téged örömmel. Lehet, sokszor próbálkoztál magadnak örömet szerezni, de Isten téged meg akar állítani, hogy valami téves örömben higgy, mert annak a vége keserűség, nyomorgatatás, de ennek igazi, dicsőséges jutalma lesz. És azt látjuk, hogy a mi hitünk cél tudatos hit. Azt látjuk, hogy mi nem céltalanul bolyongunk. Tudjuk, hogy a hitünknek van egy eredménye, azt mondja a 9. vers, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Tudjuk azt, hogy minket nem valami úgymond titokzatos dologba hívott el Isten, olyan értelemben, hogy nem csal meg bennünket. Tudjuk azt, hogy mennyországra hívott bennünket, és ahogy a földi életben sokan keresik az életük célját, ez a legnagyobb cél a mi életünknek, hogy elérjük a hitünk célját, mert nem önmagában hit a cél, hanem annak van egy célja, eredménye, az üdvösségünk. És fontos ez, mert ki szeretne egy céltalan életet élni?
Az emberek is elismerik azt, csak azt tagadják meg, hogy mi az igazi cél. Hogy ki szerette, kedves fiatalok, hozzám menne egy olyan fűhoz, aki céltalan, aki csak egyik napról él a másikra. Vagy ki szeretne egy online-t elvenni, akinek semmi cél nincs ebben az életben, csak az, hogy egyik 24 óra eltelne a másik után. Általában olyan társakat, barátokat keresünk, akinek van valami célja, aki úgy motivál bennünket is, az ő, hogy elmondja az ő céljait, bátorít bennünket, de mennyivel fontosabb az a mennyei cél, ami hitünk, amely az üdvösségre vezet bennünket. Vagy kiül le fel egy olyan buszra, amelynek a sofőrő azt mondja, hogy nincs cél. De épp ez a hitünknek a célja, mert a bűn nélkül, mert maga a bűn azt jelenti, hogy célt tévesztett, de itt azt látjuk, hogy a hitnek az egyik jellemzője az, hogy van célja a mi üdvösségünk, és ezt elérjük, ezt Jézus Krisztus segítségével elérjük. És testvérem, a bátorítás. És erre hívlak én is ma, kedves testvérem, kedves hallgató, hogy erősíts meg, ha valamelyikben, amiket felsoroltunk négy jellemzőt a hitnek. Azt, hogy bizonyosság az üdvösségről, kipróbált az igazi hit, szeretettel teljes és örömteli, és az, hogy eléri a célját. Fontos, hogy mi is megtapasztaljuk ezt a mi életünkben. Hogy valaki mondta, nagyon helytállóan, hogy a patak nem csobogna olyan szépen, ha elvennék a köveket. A pataknak a zúgása olyan szép, mert egy köveken megy át, ahogy a hegy oldalára, a lejtőről megy lefelé. És ilyen a mi életünk is. Isten így formálja, azok a kövek, azok a próbakövek, próbatételek által megerősíti. És véghez viszi az ő munkáját. És segítsen meg bennünket az Úr. És ha bármi megakadtunk, vagy hogyha nem lennénk biztos abban, hogy valójában nekünk ki a hitünknek az alapja, akkor ma erre lehetőség van. Hívd a Krisztushoz, gyere ő hozzá, és kérdezz ő segítségét. Kérjük együtt, hogy ő erősítsen meg, és ő adjon nekünk igazi hitet az ő kegyelme által. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a hitet, köszönjük azt, hogy egyedül Te tudsz nekünk igaz hitet adni, Tál meg életeinket, Te adtad, hogy a dicsőségedre éljünk, és kérlek, Te formálj bennünket, hogy hittel beléd kapaszkodjunk az üdvösségünk egyedüli reménységébe, forrásában. Kérlek, hallgass meg bennünket, Jézus nevében kértünk. Ámen. Kívánunk mindenkinek egy további áldott vasárnapot, várjuk a délután. Isten szóljon hozzánk, Isten formáljon bennünket, és addig is kívánom mindenki személyes életére Isten áldását. És ezt a online internetes Isten tiszteletünket egy záró énekkel fogjuk most befejezni. Az Úr Jézus áldjon meg mindenkit.